Én úgy vélem, hogy a harmadik hullám elkezdődött, fogalmazott Müller Cecília az operatív törzs mai tájékoztatóján. Tegnap óta ismét tovább emelkedett a napi új megbetegedések száma. Jelenleg összesen már 394.023 koronavírussal fertőzött szemét regisztráltak az országban. Az elmúlt 24 órában a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 182, a kereskedelmi üzletekre és vendéglátóhelyekre vonatkozó szabályok megszegése miatt pedig 828 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök országszerte. Az elmúlt 24 órában a vendéglátó üzletben a tartózkodás tilalmára vonatkozó szabályokat is ellenőriztünk, 4 személlyel szemben folytattunk rendőri intézkedést, így a január 30-án hatályba lépett szigorúbb korlátozások bevezetése óta összesen 46 rendőri intézkedés történt a vendéglátó üzletben történő tartózkodási korlátozások megszegése miatt. Az elmúlt napon egy esetben intézkedtünk vendéglátó üzlet ideiglenes bezárattatására. Az elmúlt napon 2853 fővel nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt 104 beteg. A tisztifőorvos szerint a járványügyi adatokból egyértelműen látszik, hogy a harmadik hullám már zajlik hazánkban. A vírus ellen két módon lehet védettséget szerezni. Át kell esni a betegségen, vagy élni kell a védőoltás lehetőségével. Nagyon fontos, hogy azokat a személyeket védjük meg, akik a legmagasabb kockázatot hordozzák a betegség elkapása után lezajló esetleges szövődmények vagy halálozás szempontjából. Ezért is határoztuk meg az oltási tervünket úgy, hogy őket védjük meg először, hiszen életet nem tudunk visszaadni senkinek. A gyártó és a tapasztalatok a meghatározóak abban, hogy a különböző típusú védőoltásokat kinek lehet beadni. Az oltópontokon a Pfizer vakcinájával a legidősebbeket, az AstraZeneca-val a háziorvosok a 18 és 60 év közöttieket oltják. Müller Cecíliától megtudtuk, hogy minden háziorvos kap egy hetente folyamatosan frissülő listát azokról, akik igényelték a vakcinát. Az orvosok maguk dönthetnek arról, hogy a listán szereplők közül kinek indokolt hamarabb megkapnia az oltóanyagot. Természetesen a többiek is sorra kerülnek, de meg kell, hogy várjuk, meg kell, hogy értsük, hogy azokat kell előnybe részesíteni, akikre nézve súlyos szövődményeket, illetve akár halálos veszélyt is tartogathat, fenyegethet ez a vírusos megbetegedés. Ma is érkezik 41.750 ember oltására elegendő AstraZeneca szállítmány Magyarországra. Ezeket a jövő héten kapják majd meg a háziorvosi rendelők felhasználásra.